60 település részvételével elkezdődött a 14. Nemzeti Vágta a Hősök terén, ott van Jó Ferenc kollégám, őt kapcsoljuk most. Mire számítsanak a nézők ma, és mi lesz holnap? Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Ma déli 12 órakor ágyulövés és a klapka induló jelezte azt, hogy minden készen áll arra, hogy kezdetét vegye a 14. Nemzeti Vágta itt a Hősök terén. Ezekben a percekben még most éppen bemutató műsorok zajlanak, ezekben a másodpercekben a huszárok vágtája zajlik. 13 órakor kezdődnek majd a versenyek a kis huszár vágta előfutamaival, 14 órától pedig kezdődnek a Nemzeti Vágta előfutamai. Nagyjából 18 óra környékén tudjuk majd azt meg, hogy kik lesznek azok, akik holnap a középfutamokon részt vehetnek. 16 óra 50-kor vasárnap pedig megtudhatjuk majd azt is, hogy ki nyeri a 14. Nemzeti Vágtát. Ezt egyébként már 15 órától a Nemzeti Vágta eseményeit a Duna Televízió élőben közvetíti majd. Annyi biztos, hogy duplázás idén nem lesz. A tavalyi győztes, a Veszprém megyei porvalovasa ugyanis nem áll rajthoz. A nevezettek között ugyan ott volt, azonban az ilyenkor szokásos állatorvosi vizsgálatok során a lóval valami probléma történt, illetve problémát észleltek, ezért már az előfutamokon sem állt rajthoz, illetve a tavaly előtti győztes Temerin lovasa sincs most ott az előfutam nevezetjei között. Izgalmas délután elé nézünk ma is, holnap meg aztán pláne. Jó Ferencnek köszönjük szépen!